Azt szoktam meg, hogy pohár van a kezemben, és nem a mikrofon. Üres. Jó, szóval szép estét és jó szórakozást kívánok mindenkinek. A ma este Bárt János fogja kezdeni a muzsikát, aztán a Huckleberry Guys folytatja, majd pedig közösen reméljük, hogy ráerősítenek a bulira, és akinek hangszere van, ugye az csatlakozhat. Úgyhogy szép estét, János! Jó, de eszembe jutott egy ilyen régi pillanat, tizenvalahány évvel ezelőtt, hogy a magyar blues élet egyik elismert nagysága, Fekete Jenő némi whisky elfogyasztása után azt mondogatta nekem, hogy minden blues, minden blues, Beethoven is blues, bazd meg! Ez egy joghurtos curry-s pácban pácolódott csirkemell falatok, csirkemell csíkok, innentől kezdve savarhoddog. Savarhoddog. Ezek a savarhoddogok, ezek most debütálnak, és hogy hatalmas sikerük lesz. Csak nektek. It's no warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time when she's gone. Wonder if she's going to stay. Évek óta visszajáró vendég vagyok, és nagyon szeretem a savarhoddogokat. Mi is visszajárók vagyunk. Tudod, mondtam, ez az a hely, amit nem lehet kihagyni. Most voltam első áldozó, és első savaros. Hogyha ez egy valid válasz, akkor inni vagyok itt. Csodálatos ez a hely. Azt hiszem, hogy az, hogy családias, és nem azzal az attitűddel fordulnak meg a borozás kultúrája felé, hogy feltétlenül sznobnak kell lenni, és órákig nézegetni, és virágillatokhoz hasonlítani. Persze nagyon jót kell csinálni, meg ragaszkodni a hagyományokhoz, de megmaradni egy ilyen családias, baráti hangulatban, és a programjaik mind ilyenek, amin eddig részt vettem. Minden rendben? Because I wanted the Kegnellyu. It was a very good quality. And my wine is almost as good, but only almost. So I prefer to have something better. Always something better in life. Úgy éreztem, hogy a múlt hét után le kéne jönni most is. És le is jöttem. És igazad lett. És igen, igazam lett. Még egy pár pohárka bor, esetleg egy-két szendvics. Because wine is wonderful. The blues has always been one of my favorite music genres.
so I really like coming here and having Shabar wine and the blues and seeing you guys. Beautiful scenery. I mean, it's unbelievable. It doesn't matter which way you look from here. Really? There's anywhere. A great view. Yep. Yeah, it's beautiful. Gábor is such a great guy. He's very friendly, and it wouldn't matter if he was the most important man on earth. He would still be the same, you know, calm and kind. And so, in addition to the wine, we come for Gábor. Gábor, sorry. Oh, huh? Jól érezzük magunkat, szerintem ennyi. Mi szoktad mondani? Hát az, hogy jó kaja, jó zene, jó borok, jó társaság, és akkor többi meg jön magától, nem? Hát valahogy így. Idén 10 éves a Savar, összeverődött ennek alkalmából 60 ember, és jól érzi magát, hát ennyi, nem? És a második Shabar Blues, ugye? Második Shabar Blues. Holnap meg a második Shabar Blues második napja lesz. És akkor 100-an lesz. Állítólag. Úgy néz ki. Mi nagyon szeretjük a Shabart. Én azt gondolom, hogy... Jó hangulat. Jó hangulatú hely. Épp erről beszélgettem, hogy az ember el lenne, ha itt élhetne. De tényleg a hangulata miatt, a környezet miatt, tehát ami itt van. És a meg a borok miatt. Hát engem Szali Barbarának hívnak, úgyhogy már úgy becéznek, hogy Sabarbara. Nagyon szeretünk itt lenni, tényleg. Tehát ez egy olyan csücske a világnak, ahol a szépségek, az értékek, a jó borok, a kedves emberek találkoznak. Lehet titeket alkalmazni. A marketing ördögét, Gabriellát szeretnénk megkérdezni. Lehet teszem a csirkét? János miatt jöttem ide. Ah! Igen. Vannak rajok, akik idáig követnek. Igen. 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 Mert az én nagylányomnak a kedvenc énekese. Ez nem semmi. És akkor így megismertem Ádám Gábort, aki fantasztikus ember. Mindenki jöjjön, mert óriási, óriási. Tényleg nagyon kellemes, hűvös van, kaptunk egy zuhét, de senkinek a kedvét nem vette el, azt kell, hogy mondjam. Újult erővel merülünk bele a borokba és a bluesba. Ez fog történni. Bocsánat, és mi a kérdés? Először elmondtam, bocsássatok meg. De nagyon jó volt. Most már másodszor vagytok itt, és mi ennek az oka, hogy most már másodszor vagytok a Shabar Blueson? Nagyon jól érezzük magunkat. Egyszerűen itt tényleg az van, hogy lejönnek a blues zenészek, játszanak, nagyon jó a hangulat. Igazából nem kell félni, hogy most a szomszéd vagy bárki, aki feljelent minket, hogy valami tudja, nagy nem ilyen városi ízét töltet van, hanem kijövünk, és szól a zene. Szól a zene, és átéljük a blues-t. És mindenki jól érzi magát. Visszük a borokat, lesz egy kis jam is, úgyhogy kiváló. I put her in my heart. Oh yeah. I love to see you struggle. Open down the floor. When you're talking to me, that baby told I like it like that. Oh yeah. Thank you.
Szóval ő volt a hosszú hajú Tony. Your friend.